A nyugdíjas egyetem elnökségi bevonulójával vette kezdetét a 10. szemeszter tanévzáró ünnepsége csütörtök délelőtt. A szépkorúakat ezúttal a Városháza dísztermében várták, ahol elsőként Árva István elevenítette fel az elmúlt tanévet. Mint a polgármester fogalmazott, a 9. szemesztert váratlanul kellett befejezniük a koronavírus miatt, majd tavaly nyáron arról kellett a szervezőknek dönteniük, hogy folytatják-e az előadásokat, vagy szünetet tartanak, mint más városokban. Választásunk egy új alternatíva kigondolására esett. Az online oktatás megvalósításában a Moson-Magyaróvári Városi Televízió volt a partnerünk. Míg a járvány újabb hulláma meg nem akadályozta, korlátozott létszámmal vettük fel az előadásokat, később már csak az előadók jelenlétében forogtak a kamerák. Ez igazi tehertétel volt az előadók számára is, hiszen az önök kedvéért vállalták a részvételt, a szereplést, de a taps, a személyes találkozások, a visszacsatolások elmaradtak számukra. Árva István hozzátette, az online térben történt visszajelzések azt bizonyították, hogy jó ötlet volt folytatni az előadás sorozatot, hiszen több mint 7500 megtekintés volt a videókon a közösségi oldalakon. Szintén az eseményen köszöntötte a szépkorúakat Szalka Éva, aki elmondta, a Moson-Magyaróvári karon eddig összesen 3 diplomaosztó maradt el, így külön öröm, hogy az időseket személyesen köszönhetik. Megmondom őszintén, hogy az elmúlt 1-1,5 év oktatóként nekünk is nagyon nehéz volt, és amikor először át kellett állnunk online oktatásra a fiatalok körében, akkor nagyon féltünk, hogy ez hogy fog működni. És amikor elindult a Nyugdíjas Egyetem vagy Ezüst Akadémia online oktatása, még nagyobb félelmünk volt, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatalok által kevésbé ismert dolgok, azok önökhöz is eljutnak. A Nyugdíjas Egyetem előadásai az önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karának, valamint a megyei napilap szervezésében valósul meg, aminek főszerkesztő helyettese szintén részt vett az évzáró ünnepségen. Mi mindig közösségben gondolkodunk. Az újság, a papír, az online, az mindig csak egy platform ahhoz, hogy eljussunk önökhöz, eljussunk az olvasókhoz, és eljussunk a Nyugdíjas Egyetem hallgatóihoz. Mikor kitaláltuk ezt az ötletet, hogy legyen Nyugdíjas Egyetem először Győrben, azt gondolom, hogy sokan önök közül még aktív dolgozók voltak, és valahogy az idő belesodorta önöket a nyugdíjas korosztályba, és 10 éve Moson-Magyaróvár is helyt ad ennek a kezdeményezésünknek. A köszöntőket követően Blahovics Márta és Josif Szolga Szabina mutatták be műsorukat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja mindenik dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Az idei szemeszterben ismét olyan témákat válogattak össze, amik egyrészt aktuálisak voltak, másrészt pedig kuriózumnak számítottak. Így az évad alatt szó volt többik között a mosoni síkság és régészetének történelméről, a vár évszázados titkairól, az Agrinatur projektről, valamint a tüdőtranszplantációról is. Azok, akik megnézték az előadásokat, majd pedig legalább 5 online kérdőívet kitöltöttek, regisztrálták magukat az évvégi oklevél átadásra. Így ezúttal összesen 46-an vehették át diplomájukat a tanévzáró ünnepségen. Az online adatok alapján az idei évben a legsikeresebb előadás dr. Vér Andrásé volt, aki az Agrinatur projektről számolt be bővebben. Ezt az előadást több mint 1300-an nézték meg. A visszajelzések alapján azonban mindegyik előadás nagy sikernek örvendett. Én mindig ott ültem és megcsináltam, a gyerekem segített, az, vagy az unokám, ugye a online kérdések beküldésébe. Hát nézegettem mindig a cédulákat, hogy ott van olyan nevem, de nem minden egyes alkalommal volt, de azért legtöbbször szerintem sikerült tehát a kérdésekre választ adni. Melyik volt az az előadás, ami a legjobban tetszett önnek? Hát nekem ez a tüdőtranszplantációs dolog, meg az, hogy ismerős volt az orvos.
A szervezők szeretnék minél hamarabb ismét személyes jelenlét mellett megszervezni a nyugdíjas egyetemet, azonban a tervek szerint a 2021-2022-es tanév még online formában zajlik majd. A következő szemeszterre hamarosan megnyitják az online jelentkezés lehetőségét is, és a jövőben is szeretnének minél színvonalasabb előadásokat eljutatni a szépkorúak felé.